műsorunk, kedves barátaink, szurkolóink! Nagyon izgalmas mérkőzés, számítunk a közönségre, hajrá Beregszász, hajrá Beregvidék! Hölgyeim és uraim, kedves tévénézőink, szurkolóink, Beregszász, gyönyörű idősüt, a nap, minden játékosnak van egy saját árnyéka, piros-fehérben a Beregvidék és fehér-feketében elegánsan a Munkácsi csapat, történelmi pillanat, 20. forduló, és úgy néz ki, hogy ha ma a Beregvidék megcsinálja azt, amit megcsinált az IFI 3-0-ra győzött, akkor praktikailag ott vagyunk a küszöbön, amit már praktikailag át is lépünk, és bajnok lesz a csapat. És elkezdődött a mérkőzés, és elindult az idő, és az eredmény 0-0, a bengáli tigrus mélyen hátulról, hát 14-essel, Jaworski bal oldalon, hosszú indítás, Kornutyák csak megemelni tudta a labdát, Bundásnál a labda, finoman, középre, szabadrugást jelez Mitrovszky Mihail, igen, később feküdt be, idejébe feküdt el a Munkácsi játék. Krasevski citromsárgába, figyelem, óriási lövés, mellé megy a labda. Kornutyák lapozott fel, Bundás próbál megtámadni. Hurka Mihail, ez az. Jobb oldalon Hurka most fogja benyesni a labdát. Száll a labda befele, belefejlik, elmegy a labda. Ott van Kalapács, a 11-es nem adja a bíró meg. Kalapács leesett, de fel is pattant. Vargánál a labda. Ott vannak, Szárkisznál a labda, Szárkisznál. Még mindig nála bedobás lesz a munka. Ott maradt a 4-es játékos. Bandurovics jelzi, hogy sajnos belelépett valaki, lehet, hogy Szárkisz odadobta a cipőit, de Kalapács is ott marad a 11-es pont magasságába. Szépen Kalapácshoz kerül a labda, ott van mellette Szergej, Kalapács el, még mindig nála a labda, Kalapács megy a labdával, Kalapács még mindig nála vagy. Rudovec jelentkezik, Kalapács most hagyja Szergejevnek, 30 méter Szergejev csinálj el, Szergejev kütelen, nincs senki, ott van Szárkisznál, Szárkisz kerül a labda, behagyja rögtön, poszáj, de szarul adta be Szárkisz, gyímá! Elvették, Bundáshoz kerül a labda. Jaworski. Krasevski, szöglet. Igen, már fogni nem tudta, André, de szép védés láttunk. Szép lövés, védés, szöglet, és itt vannak a munkácsiak. Teple, Alek kezdi a Beregvidék támadást. Lukasukhoz most kerül a labda, Szárkisz már ott van, de középen nincs senki. Rudavec, gyönyörűen Picurhoz kerül a labda. Lő egyet Picur, és emelik a helyén. Az első veszélyes szép támadás, ami tapsal dicsérik a közönség. A szurkolók, szép volt, nem sokat gondolkozott. Ramán! Teplej kap egy labdát! És elindul Teplej! Picur, Teplej! Lő egyet, és fölé megy 24 centivel! Támadás, taps, szép volt, hajrá Beregvidék, jelszóval tapsolják meg a nézők, a szurkolók. Lukasok! Szergejem, Szergej! Kalapács Igor elkapja a labdát, Kalapács Igornál még mindig nála a labdát, szabadrugás! Nincs sárga. Csak szabadrugás. Egyelőre nem sikerül, nem tudunk elérni azt, ami miatt itt vagyunk mindannyian. Lukasuk! Szergejev! Kettő, három vége a játéknak. Mondtam, hogy itt van a helyzet. Закончился первый тайм областного чемпионата Закарпатья по футболу между командами Берегвидек Мукачево. Счет 0-0. 4-2-4-et játszik a Beregvidék, Hurka, Teplej, Kornutyák és Azárov. És elkezdi a Beregvidék, Szergejev átengedi lazán. Elindul Teplej, Szárkiszhoz kerül a labda. Elindul Szárkisz, nem Vladimir Lukasuk. Szárkisz, nem most a labda, Ecsel, Szárkisz, beadja a labdát, és a kapus ott van a helyén, Emerik. A rövid sarkot piszkálta ki, célozta be Szárkisz szára, és Emerik ott volt a labda, kiflit kap, visszapattan a labda, Azárral vigyázz, mondanák nekik, ő pedig szépen. Van még idő persze, de az idő repül, száll, elszáll, és a kis Bundás. És Krasevski micsoda helyzetet hagyott ki, Kundrik Szergej kihagyta a mérkőzés legnagyobb helyzetét. És ez már egy nagy jel, ez egy jó jel tulajdonképpen. Hárman vannak ott, már négyen vannak ott. Már öten vannak, Vargánál a labda. És már közepre ott van, tessék, ott van Babics. Lő egyet, és Krasevski ott a helyén.
Két nagy támadás, ez jó, ez jó. Kiment a labda, ez jó, hogy nagyot védett Krashevski, mert a hármat nem rúgnak be a munkát, csak akkor következik a Beregvidék gól. Kalapácshoz kerül a labda. Hurkanyesi be a labdát, elpattan a labda mellett ki, jaj, majdnem öngól. Óriási lehetett, látunk, 18-asal Orzechowski Pavel mellel. Másfél centibe ment el a labda a kapufától, de szép lett volna ez a labda, bemegy, de szög lett. Kornutják. Egy centire nem tudta, belendületbe volt bele, botlott a labdába, amikor abba be kellett volna rúgni. Talán itt volt a nagy helyzet, itt volt a nagy lehetőség. A kapus a földön marad, már csak holnap után vagy jövő fordulóba tér magához. A bíró most beszéli meg az időt, hogy fogom húzni az időt. Kell az orvos, kell, na akkor húzzuk az időt. És szalad az orvos. Micsoda helyzet. Atya úristen, 9 gólt lőtt a tornán Magyarországon, itt pedig még nem tud. Még pontatlanul. Technikásan oldják meg a labdát középen. Teplej. Atya úristen, mindenki fogja fejét, fülét, hasát. És mit hagy ki a Munkácsi csapat? És az igazi szurkolók maradnak és drukkolnak, hajrá Beregvidék! És lefújja. Закончился матч областного чемпионата Берег-Видейк-Мукачево 0-0.